1-0-ra vezettek a hazai tolnaiak, amikor a mérkőzés 61. percében a felvételen is jól hallhatóan sértegetni kezdték egymást a csapatok szurkolói. Alig fél perccel az első hangos szó után káromkodásokkal kísért hangos kiabálás és sikítozás hallatszik a nézőtérről. Ekkor estek egymásnak a randalírozók, mutatjuk a jelenetet. Jól látszik, hogy sárga mellét viselő biztonsági emberek próbálnak szétválasztani két férfit, egy szürke és egy zöld pulóverest. Eközben egyre többen lesznek körülöttük, és egyre nagyobb a hangzavar is. Néhány méterrel arrébb pedig ketten már ütik is egymást. A dulakodásra több biztonsági ember odarohan, majd egy kapucnis mellényt viselő férfi többször ököllel arcon üt egy sárga pólót viselő, feltehetően a Tamásinak szurkoló drukkert. A mérkőzés egyik szervezője, aki az arcát nem merte vállalni, azt mondja, a Tamási játékosai provokálták a hazai szurkolókat, ez vezetett a tömegverekedéshez. Hogy anyáztak az egyik játékosunkat, és akkor itt a tolnai szurkolók rájuk szóltak. Akkor jöttek felénk is a anyázás. A rendező kollega oda ment, hogy csillapítsa őket, és hátulról az egyik szurkolójuk ütött, így szabadult el az indulat. A szervező szerint a vendégszurkolók közül többen már a mérkőzés előtt is provokálták a helyieket. Hittos állapotban érkeztek, meg az ifi meccsen is az úr, aki ütött először, nem akart félreállni, mert itt szóltak neki a szurkolók, hogy nem látják tőle a meccset. Már akkor érezhető lehetett. A tömegverekedés közben mentő és több rendőrautó is megjelent a helyszínen, az eset miatt nyomozás indult. Kollégáim azonnal a helyszínre érkeztek, mikor értesítették őket, összesen 7 fővel, 4 gépjárművel. Az ottani mentős kollégák megállapították, hogy az egyik személyt, akit a verekedés során többször megütöttek, könnyű sérüléseket szenvedett. Ezzel az esettel kapcsolatban a szekszárdi rendőrkapitányságon folytatnak eljárást csoportosan elkövetett garázdaság büntet elkövetése miatt ismeretlen tettesekkel szemben. A mérkőzést végül folytatni lehetett, és a Tolna 3-0-ra győzött a Tamási ellen, így ők mehetnek tovább a megyei első osztály aranyáért vívott harcban. Úgy tudjuk, az erőszakoskodók egy szervezőt is megütöttek, ezért a két csapatnak feltehetően az MLS büntetésével is számolnia kell.